Az elmúlt hetekben két országos bajnokságon, illetve egy Európa bajnokságon vettek részt a Püspök Lövészklub tagjai. A vendégem Szilágyi Sándor, aki képviseli általában mindig itt a stúdióban a Lövészklubot, Sanyi. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és nem véletlenül ülünk itt egymással szemben, hiszen nagyon szép eredményeket sikerült elérni úgy ériben mint csapatban is ezeken a versenyeken. Haladjunk szerintem időrendben, Sanyi, a két országos bajnokságról, amiről azt azért tudni kell, hogy egy hétvégén volt megrendezve, tehát meglehetősen szoros volt. Így van, köszönöm a meghívást, és hát igen, ez a Hunter Filterget országos bajnokság, illetve a másik szövetségnél, a Dinamikó Sportlövő Szövetségnél rendezett sziluett rövidpályás és a sziluett 100 méteres bajnokság volt az augusztus utolsó hétvégén megrendezve. Hát elég sűrűre sikeredett, hiszen azért három versenyt meglőni gyakorlatilag azért elég feszített tempó. Éltem is azzal a lehetőséggel, hogy mint versenybíró, illetve pályaépítő, én egy nappal hamarabb belőhettem a, a, normál versenynél a rövid pályás számokat és így a pénteki napon én végiglőttem az 50 méteres számokat, füzesabonyba, szombati napon elmentem a Tisza Kicskei lőtérrel meglőni a Hunterfield országos bajnokságot, majd a vasárnapi napon vissza füzes a Füzesabonyba és a 100 méteres számokat a sziluettlövész e, magyar bajnokságon. Ráadásul érmeket is kaptál a végén. Hát igen, nem sikerült rosszul úgy néz ki, hiszen a rövid pályás számokban e, két számban e, sikerült országos bajnoki Első helyet elhoznom, illetve két számban második hely és egy harmadik hely, az ami a rövid pályáson volt. A Silhouette 100 métereseken pedig három országos bajnoki címet, illetve egy második helyet sikerült szereznem. És az érmek mellett még egy csúcsbeállítás is volt. Igen. A Silhouette puska nyílt irányzékos számban. Ez egy 100 méteres szám, kiskaliberű puskával, nyílt irányzékkal lőjük. Már korábban sikerült ezt az eredményt elérnem még közel négy évvel ezelőtt, és most újra sikerült ezt az eredményt úgymond beállítani. Ez a 40 lehetséges találatból 36-ot jelent, és így újra úgy lehet mondani, hogy a, ezzel az eredménnyel a, a ranglistán újra az én nevem szerepelt elő, elő, mindezt egészen egy óráig, mert egy órával később Lara, aki szintén ugyanebben a... A versenyszámban ugyanígy ezen a 100 méteres nyílt irányzékú versenyszámon szintén 36 pontot tudott lőni, úgyhogy ő is beállított az országos csúcson. És ez a Lara nem más, mint Wagner Lara, aki a Püspöthalányi Lövészklubnak a tagja, illetve hát a te tanítványod, és ő még végül is junior korú versenyző. Így van. Rajtad, illetve Larán kívül ki vett még részt a Ladányi Lövészklubból ezeken az országos bajnokságokon? A országos bajnokságon nem nagyon tudott részt venni rajtam kívül más, hiszen a többiek azok a Hunter országos bajnokságon voltak jelen, de a Hunter országos bajnokságon jelen volt a Wagner Lara, jelen volt a Rózsa Sándor, a 60 éva, a Tóth Erzsébet, és hát sorolhatnám, 8-10 püspöklányi lövő volt a Tiszakécskei versenyen, aki képviselt a püspöklányi klubot akik közül nem mindenki püspöktarányi, de ezt már korábban megbeszéltük, hogy a, lövész, a ladányi lövész tagjai közül nagyon sokan az ország különböző pontjain laknak, illetve élnek. Így van, nem mindig egy városból kerülnek ki, tehát ez nem, nem foci, hogy próbáljuk meg a helyieket. Itt azért mi nem vagyunk olyan nagy számban, de azért a megyéből több versenyzőnk van. Két nagy hiányzónk volt, az egyik Tóth Géza, illetve Nagy Katalin, akik az országos bajnokságon nem tudtak részt venni de hát majd a következőkben ők is csatlakoznak hozzánk. Ez a két ö, hazai verseny, ez ö, jó felkészülést jelenthetett a lengyelországi Hunterfield Target Európa Bajnokságra, amely sorrendben követte ezt a két hazai versenyt. Igen, hiszen az országos bajnokságon egy-két fordulós versenyen vehettünk ö, részt, egy délelőtt és egy délutáni forduló volt. És az a Hunterfield-Target-országos bajnokság volt az, ami megalapozta, illetve adta az egész felkészülésnek a csúcspontját, hiszen egy héttel vagy tíz nappal később mentünk Lengyelországba. De hogy visszakanyarodjak még a Hunterfield-Target-országos bajnoksághoz, annak az eredményei is úgy alakultak, ahogy azt nagyjából vártuk. Nekem sikerült az első háromba kerülnöm úgy, hogy a, az első három szétlőtt az első helyért. Tehát aki a legjobban lőtt a szétlövés során, ő lett az első, őt hívják, és a Nyíregyházi Lövészklubnak a versenyzője. Én lettem a második, illetve Osztafin Ákos, aki a KFC versenyzője lett a harmadik helyezett. És gondolom, mind a hárman benne voltatok a magyar válogatottban. Mindenhárman benne lettünk volna, hogyha Lehel Sándor is elutazik velünk, de sajnos ő nem tudta ezt az utazást vállalni, de az Osztafin Ákos, illetve én is tagjai voltunk az Európa Bajnokságon résztvevő magyar válogatottnak. Ez hány fős kerettel volt? Mindig hat fő egy ilyen Európa Bajnokság a Hunter Target vonalon, és minden nap a legjobb négy fő eredményét számítják be, az egyéni eredményeket a csapat eredménybe a püspötalan élővész tagjai közül kik vettek részt ezen az Európa bajnokságon. Wagner, Lara, Zolna és Zsigmond, illetve jó magam voltunk most püspökladányi színekben. És akkor nézzük az eredményeket, hiszen itt is azért volt érem. Igen, volt. A Zolna és Zsigmond a veterán kategóriában sikerült harmadik helyet szereznie a tavalyi világbajnoksági második hely után. Hát Larától azért elvártuk, hogy dobogón legyen, de olyan kimagasló eredményt lőtt, hogy nem volt kérdés, hogy ő lesz az első helyezett. Úgyhogy ő megnyerte a Torony Magasan a junior mezőnyt. E, illetve az én eredményem maradt el talán egy picit az elvártól. E, az első napon a hatodik helyen e, voltam, aztán volt egy kis technikai gondom, ezzel a második nap vissza csúsztam a huszadik helyre. De hát ilyen a sportet, a technikának ki vagyunk szolgáltatva. Illetve volt egy éjszakai versenyünk is, ami a két nap közé volt beékelve, egy közel három órás fegyverlámpával lőhető éjszakai verseny, ahol sikerült szétlövést követően az ötödik helyen zárnom. Én úgy tudom, hogy Lara a junior mezőny a junior verseny mellett az összesítettben is nagyon szépen helytált az eredményével. Így van, olyan kiváló eredményt lőtt, hogy ha az összesített listát nézzük, akkor a holt verseny hatodik helytől a tizedik helyig holt versenyben sikerült az eredményével felhelyezni magát erre az Európa-bajnoksági összesített listára. És itt azért férfiak, nők, vegyesen? Ez felnőtt és női, és, és tényleg bárki, aki a a versenyen lőtt. Tehát közel 160 fő közül sikerült neki a hatodik helyet megszereznie. 160 fő hány országból gyűlt összesen? 11 országból voltak most az Európa bajnokságon, Angliától, Olaszországig, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Tehát Magyarország, aki, számít, aki számított de... ebben a sportágban az ott volt. Igen, ez egy picit egyébként ilyen közép-európai centralizált ez a sport most jelenleg, vagy legalábbis az európai régió. A németek most csatlakoztak nem olyan régen hozzánk, úgyhogy ők próbálják fölvenni velünk a ritmust, és most már ők is készülnek a, a megmérettetésekre komolyabban. A versenyzés most félreti annyi. Te az elmúlt néhány hónapban egy a sportágon belül egy funkciót is betölt, ezt nem is akármilyen funkciót. Erről mit kell tudni? Május végén a Hunter Field Target Országos Szövetségnek volt egy tisztújítás, és a tisztúítást követően a tagság engem választott meg a szövetség elnökévé, úgyhogy a törvényszéki eljárásokat követően most már hivatalosan is én vagyok a Magyar Piltárget Szövetség elnöke. Milyen feladatokat jelent ez a számodra, Sanyi? Hát nem lesz könnyű, ugyanis sajnos az előző elnökünk elhunytával nagyon sok információ, illetve anyagunk el is veszett, úgyhogy most újra kell építenünk egy picit a szövetségi életet, illetve a szövetség kapcsolati rendszerét. De hát jönnek hamarosan a nemzetközi versenyek, amelyeket a mi szövetségünknek is rendeznie kell, köztük majd a közeljövőben egy Hunterfield Európa-bajnokság, majd azt követően egy Hunterfield Target Világbajnokság néhány éven belül, illetve hát a magyar bajnokságok, illetve a magyar kupasorozatoknak a bonyolítása és a szövetség életének a, a kordák közvagyere a keretek között tartása, mellett még azért építenünk kell tovább a, Magyar Verseny Sportszövetség irányába, illetve a Honvédelmi Sportszövetség irányába a kapcsolatainkat is. A magánéleted mellett ez, ez egy teljes embert kívánó feladat, gondolom. Hogy tudsz vele megbirkózni? Hát nem könnyű feladat, tehát jó időbeosztás kell hozzá. Azt is hozzáteszem, hogy az elnökség három főből áll, és az elnökség másik két tagja azért az én vállamról tud levenni terheket. Úgyhogy próbálunk olyan időbeosztással dolgozni, hogy a munkára, a családra, illetve a sportra, és a sportmenet, a sport is jusson azért idő. Hát másra már nem biztos, hogy fog. Hát meg még a versenyzésre. Így van. Versenyzésre visszatérve, hogy milyen versenyek várnak még ebben a 2023-as esztendőben? 2023-ban a Magyar Field Target válogatott egy Európa bajnokságon fog szerepelni Bulgáriában. Én már erre a versenyre nem tudtam eljutni, illetve a nevezésemet vissza kellett vonni más elfoglaltságok miatt. Így maradtak az itthoni filterget, illetve Hunter filterget magyar kupa sorozatok. Lesz még egy püspökladányi rendezésű Hunter filterget magyar kupa, a Debrecen Bánki lőtéren majd október 7-én, illetve az itthoni hazai úgynevezett, mi úgy hívjuk játszós versenyek, inkább ilyen felkészítő, baráti jellegű versenyek szervezése az, ami még ránk van. És itt püspökladányban is lesz még verseny. van. Köszönöm szépen, hogy befáradtál nem csak mint versenyző, hanem most már mint sportvezető is elmondta a sportágnak a ügyes bajos dolgait az eredményesség mellett, és hát valószínűleg van, aki irigyel a munkád miatt, de azért ugyanakkor a rengeteg teendő miatt ez egy nem egy irigyésre mértó feltétlenül nem egy iridés, és ami ettől feladat annyi. Hát nem igazán, úgyhogy én is várom a segítőket, akik szeretnének esetleg bármiben a segítségünkre lenni. Úgyhogy várjuk jelentkezőket, akik tudnak nekünk segítő jobb kezet, vagy olyan információt nyújtani, amivel mi is előrébb tudunk haladni. Köszönöm, Sanyi, még egyszer hogy befáradtál. Köszönöm szépen.